Köszöntöm szeretettel a kedves nézőket ezen a gyönyörű szép ünnepen, Jézusunk születésnapján. Őrá vártak a nemzetek, őrá várt az egész teremtett világ, aki által létrejött ez a látható világ és az egész láthatatlan. Urunk Jézus megszületett Betlehemben 2000 éve, mindannyian ismeritek az életét, tudjátok, hogy azóta is minden Krisztus hívő megünnepli az ő születésnapját. Különösen a gyerekek tudják olyan szépen bemutatni a várakozást, a vágyakozást arra a Jézuskára, aki ajándékokat hoz. De minden felnőtt ember is teli van vágyjal, és várakozással az egész életünk igazából egy igazi királyra, egy igazi szép országra való vágyakozás. Az Úristen elküldte az idők teljességében a választott népnek és az egész világnak azt az igazi embert, aki egyszerre az Isten fia. Ő általa mutatja be nekünk azt az ideált, amit elgondolt már Ádámról. Ő mutatja be nekünk az Úristennek a nagy szeretetét. A pápa a december hónapot a gyermekvédelem hónapjának jelölte meg. Ebben a hónapban különösen is figyelünk a gyerekekre, akiknek egy része veszélyeztetett állapotban van különféle bántalmazásoknak van kitéve. Imádkozom, imádkozzunk azért, hogy itt Kárpátalján, nem csak itt Munkácson, az egész országban, de egész Európában újra tudják felfedezni az emberek a legnagyobb ajándékot, amit Isten ad nekünk, Jézust, és általa minden egyes gyermeket, akit a házaspárok szerelme és Isten ajándékoz a világnak. Merjük hinni azt, hogy ez a legnagyobb ajándék. A kis Jézuska csöndben született meg Betlehembe. Ma is vigyázunk arra, hogy a zaj diktatúrája ne rontsa el nekünk ezt a várakozást, ezt a készületet, hogy fogadjuk el a mi szívünkbe is azt a magzatot, amit az Isten küld nekünk az Ő szavával, az Ő igéjével, és merjük élni ezt az igét. Bábáskodjunk azon mi is, hogy megszülessen bennünk a látható világba az Ő gyönyörű szép terve, és merjünk bábáskodni másnak is az igyekezetén, minden jóindulatú ember igyekezetén, aki valami szebbet, valami jobbat, valami igazat akar, Alkotni és adni a világnak. Kívánom, hogy ebben a, ezen az ünnepen és majd a következő évben átélhessük mindannyian, hogy az Isten győz Jézus által, hogy a szeretet, az igazság az ma is születik, és merjük hinni azt, hogy mindannyiunknak a szívén, kopogtat az ajtaján, és be akar jönni. Merjük kinyitni az ajtót, merjük beengedni őt, aki maga az igazság, maga a szeretet. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kívánok minden kedves nézőnek áldott ünnepeket, és boldog, békés új esztendőt!